Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ismét jelentkezik Családőrzők című sorozatunk. Ezt a sorozatot egy héttel ezelőtt kezdtük el azzal a céllal, ami egyébként a nevében is benne van, hogy segítsünk a családoknak a konfliktus helyzetekben, segítsünk egy kicsit arról beszélni, hogy lehetne megoldani, hogy még jobban össze tudjon tartozni a család, és hogy jól is működjön az a bizonyos család. Természetesen szakértőink is vannak a műsorban, így aztán sok szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány vezetőjét, illetve egészségfejlesztőt, rekreológust. Szervusz Csilla, és sok szeretettel köszöntöm a nézőket is. Köszöntöm Pap Csilla mediátort, személyi tervezési tanácsadót. Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! És nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor atyát, plébánost, mentálhigiéniás szakembert. Én is szép napot kívánok mindenkinek! Egy héttel ezelőtt meghatároztuk, hogy mi is a család valójában, és akkor azt ígértük, hogy azzal fogjuk folytatni, hogy beszélünk most már az esküvőről, hiszen azon is túl vagyunk, hogy mi mindent érdemes figyelembe venni a partner választásakor, hogyha tudjuk. Ha tudjuk tudatosan, hogyha összefoglalhatom az előző műsort, akkor most folytassuk azzal, hogy az esküvőre való készület. Sokszor itt romlik el egy kapcsolat, mert hogy annyi izgalom és annyi vita van ebben. Jól sejtem? Tiéd a lehetőség. Köszönöm szépen. Hát egy nagyon izgalmas dolog ez az esküvő, az esküvőre való készület. Leginkább, amik így izgalmasok tudnak lenni benne az, hogy például a párok hogyan készülnek, vagy éppen maguk a párok tudják eldönteni, hogy milyen lesz az esküvőjük, vagy a szülők valósítják meg, leginkább a kedves mamák valósítják meg az ők be nem teljesült esküvői álmaikat. Ez szokott az egyik nehézség lenni. A másik, azt én általában el szoktam mondani a pároknak, hogy legalábbis az esküvők nagy részében, nem van kivétel, az esküvők nagy részében úgy zajlik a dolog, hogy a mennyasszonyok fejében megvan az esküvő tökéletes és teljes forgatókönyve színekkel, ülésrenddel, menüvel, táncokkal és minden egyéb dologgal. És ilyenkor általában, amikor erről beszélgetünk, akkor sokszor megtapasztalom azt, hogy a mennyasszonynak eszükbe jut, hogy hát ott a vőlegény, és akkor ugye odafordulnak a fiúkhoz, hogy ugye jó lesz, és akkor a fiúk nagyon bölcsen, ilyenkor jó lesz. És hogyha azt szoktam megmutatni a párokat, hogyha így van náluk, akkor nagyon jól működnek, mert ez nem kell izgulni senkinek sem, hogy a fiú nem kapcsolódik be eléggé, vagy a lány túlpörgi a dolgot, hanem ez általában azért így szokott lezajlódni. A legkritikusabb, amikor az anyósok veszik át a szervezést, akkor azért ott a feszültségek bizonyára nőnek. Árulkodik-e a személyiségről, hogy ki milyen esküvőt szeretne? Abszolút árulkodik. Hát nagyon sok hölgynek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk nőknek fontos inkább a pucparádé, és az, hogy ki megmutassuk magunkat, hogy azt higgyük, hogy ebben teljesedünk ki, és hogy az a fontos, hogy milyen lesz a ruha, mekkora a násznép, mennyien vagyunk ott, holott tudjuk azt, hogy azért nem ezen múlik a jó házasság és a további jó folytatás, hiszen akkor kezdődik. De tiszteletben kell azt is tartani, hogyha valakinek ilyen igényei vannak, hogy nagyobbat szeretne, pompázatosabbat szeretne, és ő szeretné a legrokolyásabb, leghabosabb, legfehérebb, legnagyobb mennyasszonyi ruhát és a legnagyobb esküvőt, egy világra szólót. Nyilván ezt ugye magunknak is csináljuk, mert egy világra szóló élményt és emléket szeretnénk magunknak adni, meg akarjuk méltóképp ünnepelni. Én most már így házassággal a hátam mögött azt mondom, hogy abszolút nem ez a lényeg. Sokkal fontosabb az utána következő folytatás, amikor elkezdődik, de mégiscsak ha valaki így dönt, én ezt el tudom fogadni, tehát nem probléma, de nagyon sokszor így van, az anyukák a lányaikat akarják abban a királynői szerepben látni, amiben saját magukat szerették volna akkor, amikor esetleg nem úgy sikerült. És amit te is mondtál, Gábor atya, hogy a megvalósítatlan álmaikat visszaköszönve látni, de ez később is egyébként a gyerekekben nagyon sokszor egy sport vagy egy tánc tanulásnál visszatér, hogy a kedves mama kimaradt álma valósul meg. Az a szerencsés, hogyha a fiatalok megbeszélik itt is, és leegyeztetik, hogy ők milyen esküvőt szeretnének, milyen hangulatút, milyen stílusút, mert hogy ugye itt minden van, színek, formák, méretek, és minden, amit csak el tudunk képzelni. Tehát jó lenne ezt egyeztetni. De ugye a vőlegények valamilyen úton, módon már megtanulták azt, hogy sztoikus nyugalommal tűrik a mennyasszony. Ezt akartam mondani, hogy azért alapvetően ez az egyeztessük, ez az szokott lenni, hogy igen. Jó lesz ez? Jó.
Tehát, hogy, igen, ez egy nagyon úgy, érdekes. Igen, úgy, igen, mert nekem az az érdekes, hogy valahogy így fiúként vagy férfiként ehhez másképpen állunk talán, hogy nem tudom, hogy ez vagy a bennünk lakozó gyerek, hogy én ezt, ehhez most úgy nincs kedvem, vagy nincs akkora súlya talán egy fiú számára, de hogy mégiscsak ő kéri meg a mennyasszony kezét, legalábbis ha tradicionálisan működik a dolog, és innentől kezdve való neki is fontos az, csak valószínűleg nem ugyanott van a hangsúly, vagy nem tudom, hogy mi lehet pontosan a mögött, de ez, hogy üljünk le, egyeztessünk, és beszéljük meg, hogy tulajdonképpen hogyan épüljön föl az esküvő, ez én nem tudom, hogy ez a fiúknál mennyire fókusz, vagy mennyire középponti kérdés. Helyszínünkön a fekvő katona a söröző és kávézóban a szél, mintha figyelné, hogy mikor kell belehúzni, mikor a férfiakról van szó. Én azt hiszem, hogy ha Fekete Cseri Zsuzsitól kérdezem, hogy mennyire lehet meghitt egy szűk családi körben megrendezett esküvő, és hogy biztos, hogy kell-e az a hatalmas nagy lakodalom, akkor jó helyen érdeklődöm. Talán nem véletlenül kérdezett. No, én azt gondolom, hogy eleve a hozzáállás az a női és a férfi szerepnek a mássága és a különbözősége. Ugye, hogyha megnézzünk egy férfi ruhásszekrényt és egy női gardróbszobát, ami körülbelül azonos a férfi ruhásszekrény teljes tárházával, szóval már ott megjelennek a különbségek. Tehát nekünk lányoknak valahogy máshogy van összerakva ez a része a világunknak, és bizony az esküvőt azt egy csúcspontnak élik meg általában a mennyasszonyok, és úgy gondolják, hogy ez az életük nagy napjuk. Én nagyon örömmel vettem például nem olyan régen, egy jó pár évvel ezelőtt összekerült fiatal pár, most már gyerekeik is vannak, náluk jártunk, és elővették a videót, ugye ma már videó készül egy esküvőről, és elővették a videót, és onnantól kezdve, hogy reggel fölkelnek, hogy fodrász, hogy smink, hogy ide megyünk, oda megyünk, és akkor van egy ilyen verkfilm, hogy milyen sztorikat meséltek arról a napról. Tehát ahogy előkészültek, egy másfél éven keresztül készültek arra, hogy minden pont olyan legyen, minden pont úgy nézzen ki, pont akkor szólaljon meg, pont akkor érjünk oda, pont úgy süssön a nap, pont akkor gyulladjon fel a gyertya, minden. És ehhez képest, ugye, hát a tökéletes esküvő az szerintem marad egy vágyálom mindenkinek, mert valami baki mindig van. De hogy ezek a bakik lesznek, ami a savaborsát adják a dolgoknak, 8-10-20 év múlva is felemlegetjük. És Isten igazándiból én azt gondolom, hogy az esküvőnek a valódi szerepe az pontosan ugyanolyan rituálé, mint ahogy az őskortól kezdve bizonyos szituációkban, ha megérünk, elérünk oda, akkor megkapjuk ezeket a rituálékat. Az, hogy mi most házasságra lépünk egymással, ez egy nagyon-nagyon komoly vállalás. Onnantól kezdve társadalmi szinten mi már nem csak egy pár vagyunk, hanem egy házas pár. Más a megítéltetésünk, más kasztba tartozunk. Mást fognak jelenteni azok a dolgok, amik egy csak egyás mellett lévő embereknél nem így van. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez mérföldkő. Én is másképp tekintek magamra, mint férjes asszony, mint amikor szingli vagyok. Más a társadalmi státuszom. Ez nagyon fontos. Azért jó, hogy ezt mondod, mert elfelejtenek az esküvői előkészület közben erre is gondolni a fiatalok. Én azt látom, annyira a buli, amire készülnek és figyelnek. Még annyit mielőtt Gábor atyának átadom a szót, hogy azért én tudok rá példát, ahol a vőlegény miatt lesz nagy a lakodalom, mert hogy nagy a baráti társaság, és a baráti társaságnál mindegyik esküvőn ott volt ő, így aztán jönnek a haverok, és aztán gyorsan 150 főre dagad a csapat. Én abban akartam csak a Zsuzsihoz kapcsolódni, hogy én azt hiszem, hogy nem az a lényeg, hogy most meghitt, vagy nem tudom, mekkora hintós, akár mekkora esküvő, hanem az, hogy akik benne vannak, azok hogyan vannak benne. Tehát innentől kezdve szerintem tehát lehet egy négy fős, teljesen egyszerű kis esküvő is üres, csak azért, hogy meglegyen, és lehet egy nagyszabású is, bár ott azért sokkal inkább a külsőség kerül elő, de hogy akár az is lehet, hogy annak is van egy lehetőség arra, hogy ha a pár úgy tud rákészülni, és ő bennük az van, hogy ők ez nekik fontos, akkor ez lehet egy értékes és szép dolog. Nyilván a külsőségeknek van egy olyan veszélye, hogy kiüresítik azt, amiről igazából kellene szólni, és leragad és megmarad annál, hogy mit mutatok meg.
mint hogy, és most egy picit így hazabeszélnék, nálunk a szertartásainak is van egy ilyen veszélye, hogy az eskü is egy szertartás, de hogy a maguknak a, az ima alkalmak, ez egy misének, egy ünnepi szertartásnak is megvan a veszélye, hogy leragadunk annál, hogy szép füst legyen, meg szép ruha legyen, meg szépen szóljon a csengő, meg az orgona, meg az énekkar, és közben nem a lényegre figyelünk arra, hogy ott van Jézus a középpontban. És ezért szoktam én például nálunk a pároktól házi feladatként csak annyit kérni, hogy a külső készület mellett legyen egy belső készületük is, hogyha többet nem, akkor hetente egyszer üljenek le együtt és egy mi atyánkot, gyújtsanak meg egy atyát, mondjanak el együtt egy mi atyánkot, hiszen mivelük templomba jönnek esküvőre, és az a szándékuk, hogy áldást kérnek magukra, akkor legyen a fókuszukban az, hogy kitől kérik az áldást az életükre és a jövőjükre. Csak egy ilyen pici belső, ezt szoktam mondani, hogy ez egy minimál kérés, nem kell nagy dolgokat csinálni, csak hogy legyen egy legalább hetente egy olyan alkalmunk, amikor így befelé figyelve készülnek együtt arra, ami majd rájuk vár, és hogy azt onnantól kezdve, az mekkora szertartás lesz, az már mindegy, ha ott belül, ott bennük rendben van ez az egész. Most legszuperi szavai jutottak eszembe, hogy ünneplőből öltöztetik a lelküket, ugye lépésről lépésre még nem eljutnak az oltár elé. És ez egy nagyon szép folyamat, a lelki felkészülési folyamat. Fontos kérdés az esküvővel kapcsolatban az is, hogy az összeg mekkora legyen, hiszen ez az első gazdasági, családi gazdasági döntése a párnak, hogy mennyit áldozzanak rá. Teljesen mindegy, hogy szülőtől érkezik-e a támogatás, vagy ők spórolták össze az esküvő árát, de azért ott megfordulhat, hogy inkább jobb legyen a nászút, kisebb az esküvő, vagy fordítva. Hát igen, ez valamikor nem volt egy ilyen kérdés, mert akkor a szülők állták az esküvőt, és a násznép összeadta mennyasszonyi táncpénzt, amit aztán megkaptak a fiatalok egyfajta életkezdéshez, ugye. Még annak előtte kaptak vödröt, meg csöbröt, meg háztartási gépet, meg nem tudom én mit, aztán később jöttek ugye a pénzes borítékok, és a többi, és a többi. Ma már ez átalakulóban van. Ma már azt gondolom, a családoknak a gazdasági helyzete nem nagyon teszi azt lehetővé, hogy ilyen hatalmas lakodalmakat tegyen meg mindenki, aki szeretné. Itt meg fogja határozni a család ereje, gazdasági ereje az, hogy hogyan valósítják meg ezt az esküvőt. De én nagyon gyakran találkozom fiatal párokkal, akik tényleg minimalizálják ezt az egész kört, és inkább arra figyelnek, hogy amit ők átélnek, amit nekik jelent ez a mai nap, meg az édesanyjuknak, édesapjuknak, a közvetlen családtagoknak, hogy nem a nagy felhajtása fontos, hanem az a fajta dolog, amivel mi egymás felé fordulunk, és ahogy mi egymás felé most elköteleződünk, Isten szent színe előtt, ha úgy tetszik, vagy kinek vallása szerint. Tehát én azt gondolom, hogy ahány család, annyi féle lehetőség van, és annyira színes ez a világ, és olyan sokszínűek vagyunk, hogy nincs két egyforma ebből sem, hál' Istennek. Mekkora változást hozott az, hogy most már együtt élhetnek a fiatalok, ugye a házasság előtt is, mert azért sokkal jobban elválasztódott, hogy azért házasodunk össze, mert tudjuk, hogy másnap már együtt fogunk felébredni, és attól kezdve mindig együtt ébredünk. De ha valakik már úgy egyébként is együtt éltek, már nem tudja ugyanazt jelenteni az esküvő. Ha jól gondolom. Hát én ezt nem tudom. Megértem. De a szituációban nem tudom megmondani nektek, hogy ez mennyire jelent mást. De amit így korábban, még a múlt héten mondtam, hogy amikor azt mondják a párok, hogy azzal lesz több az egész, hogy elköteleződünk egymás mellett. Tehát, hogy én azt is látom, hogy lehet, hogy x éve együtt élő párok, de attól ők még nagy bulit akarnak. Vagy azért attól még nekik ez fontos, hogy nagyszabás legyen, és ott megint az mondom inkább, talán ez a lányoknak, mennyasszonynak ez a végre célba értem című hátradőlhetek, mert akkor elértem, amire úgy mindig is vágytam, vagy hogy mindig is szerettem volna, és akkor ezt akkor ünnepeljük meg úgy, ahogy ezt én mindig is szerettem, hogy végre eszébe jutott, hogy akkor ezt megkérdezett tőle, mert hogy ugye a női büszkeség, mert hogy én nem fogok rá kérdezni, majd ha ő mondja, és közben már ott vagyok totál feszült, hogy mikor mondja már, de hogy majd. Szóval, hogy én nem érzékelem azt, hogy ezzel az együttélős dologgal változott volna ez a helyzet. Sokan azt mondják, hogy azért jobb ez a helyzet, mert hogy jobban megismerik egymást, meg összeérlelődnek. Én ezt azt szoktam erre mondani, hogy ez szerintem fél igazság, mert hogy valamit megtud a párjából az alatt, az X idő alatt, de mindent nem fog megtudni. Tehát, hogy
hogy oké, együtt élnek 3-4-5 éve, kialakul egy saját életritmusuk, egy életrendjük, azt gondolják, hogy ezzel már akkor megismerték egymást. Szerintem nagyobb a kísértése annak, hogy már megszokottá válhat a másik, ez az egyik, amiért nem hiszek abban, hogy sok év együttélés után kell összeházasodni. A másik pedig, amiért nem hiszek, hogy amikor belépnek a gyerekek, az 1-2-3-4 gyerek, akkor megváltozik a lány is, a mennyasszony is, vagy a nő is, mert hogy anyává válik, és onnantól kezdve lehet, hogy olyan dolgai jönnek elő, ami előtte soha nem jött elő. A férjben meg benne van az a fajta vágy, vagy az apában, hogy ami régebben volt legyen, de nem úgy van, és egy teljesen új szabályrendszer alakul ki közöttük, és aztán jön a második vagy a harmadik gyerek, akkor ők tovább borítják és alakítják, és hogy olyan új dolgokat tanulhatnak meg adott esetben egymásból, amit azt gondolták, hogy az együttérés alatt tudtak. Igen, hát apaként és anyaként teljesen másképp viselkedünk a kapcsolatban, hiszen felelős felnőttek vagyunk, gyerekekért, új életekért felelünk. Ugye anyaként életet adtunk gyermeknek, apaként pedig nemzettünk gyermeket, tehát ott is felelősséget kell vállalnunk. Én azért azt gondolom, hogy nem rossz az, hogyha együtt élnek előtte, de ez nem is recept, mert ugye valamennyire a puding próbálja az evés, és egyetértek azzal abban Gábor atyával, hogy nem ismeri meg, hiszen minden helyzetben másképp viselkedünk. Főként egy apa és egy anya helyzetben másképp viselkedünk, de ettől függetlenül nem tartom rossznak azt, hogyha előtte együtt élnek, és megnézik azt, hogy egyáltalán hogy tudnak ők együttműködni, hogy értenek egyet, milyen a kommunikációk, milyenek a mindennapok. Nyilván teljesen más lesz a felállás, amikor gyerek születik a családba, hiszen a nő akkor válik anyává, és átalakul egy másfajta emberi lényé. Nagy-nagy változás ez nekünk, tudjuk, hiszen mindhárman anyák vagyunk, hogy bizony-bizony ezek nagy-nagy változással járnak, lelkileg is, fiziológiailag is, minden tekintetben. Tehát nem baj az, hogyha együtt élnek, de nincsen tuti recept. Tehát az sem működik, hogy együtt élnek, és akkor biztos jó lesz a házasság. Ha nem éltek együtt, akkor, ha összeházasodnak, akkor majd új dolgokat tapasztalnak meg. Tehát, hogy ez nincs erre tuti recept. Én még maradék egy kicsit az esküvőnél. Mennyire igaz az, hogy tulajdonképpen az esküvőn magán, főleg a lakodalmi részén a fiatal pár érzi magát a legrosszabbul? Egy darabig. Változó. Igen, ez nagyon változó. Ugye itt megint megjelenik az, hogy ki milyen típus alaphelyzetből. Tehát, hogy a önismeret. Ha én tudom magamról, hogy engem nem zavar a rivalda fény, nem zavar a fények, nem zavar a sok tekintet, nem zavar az, hogy most én vagyok a középpontban. De ha én nem ilyen típus vagyok, akkor bizony mindenféle bajom lesz tőle, és akkor nagyon kínosan fogom magamat érezni. Ezért nem szabad sem túlvállalni magunkat, sem alulvállalni sem, mert akkor meg nem kapom meg azt, amit én ebből a legtöbbet ki szeretnék venni, hogyha mennyasszony vagyok, de szerintem egy vőlegénynél is ugyanez van. Tehát ő is tudja, hogy mi az, amit vállalhat, mi az, amit szeretne vállalni, és mi az, amit ő igenis ki akar ebből, mint emléket eltenni magának a jövőre. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy mikortól oldódik fel általában a fiatal pár, hát ugye az a hajnal felé, úgy sok-sok lakodalomban jártam már meg, hol így, hol úgy voltam jelen. Általában azt látom, hogy amikor már lemennek azok a protokolláris részek, amikért úgy nagyon-nagyon izgultunk, hogy összejöjjön, és pont legyen, és tökéletes legyen, és precíz legyen, és akkor ez így megvolt, akkor úgy megkönnyebbülünk, és akkor egy picit el tudjuk magunkat engedni. De ettől sokkal nagyobb bajnak tekintem azt, hogyha túlvállalja magát az egész család, és egy hétig minden nap sütünk, főzünk, készülődünk, nem alszunk, nem eszünk, mikor megyünk sminkeshez, mikor megyünk, hogy jön a fodrá, mire odaérünk, hogy az esküvő napja kifacsart citromok vagyunk. Tehát azért ilyennel is találkoztam már, az is borzasztó. Nem tudjuk élvezni azt a napot, amiért. Ez egy szörnyű mondat, amit így pároktól hallok ilyenkor, hogy bárcsak túl lennénk már rajta. Igen. Így esküvő előtti napokban, amikor felsúhajta valamelyik része a párnak, és azt mondja, hogy pártul. Én egyébként nem most nem reklámozni akarok ezzel, inkább csak megerősíteni, ami az én tapasztalatom, ez a hogyan lehet felszabadulni. Szerintem éppen ezért van szükség a vőfére vagy a ceremónia mesterre, vagy ha a pár nem akar erre pénzt kiadni, egy olyan barátot találni, vagy rokon találni, aki hajlandó beáltozni, mondjuk legalább évfélig azt, hogy ő józan marad, de hogy a kezébe tudja tartani a szertartást, mert akkor a pár azt a fajta feszültséget, ami bennük van, tehát voltam olyan Laksziba, ahol azt mondta a pár, hogy nekik nem kell ilyen ceremóniamester, és mondjuk a mennyasszony ment be a konyhába szólni, hogy hozzák a pörköltet. Tehát, hogy így, és ez így nem volt jó, és ő se tudott felszabadultan ott lenni.
Nyilván ennek is megvannak ugyanilyen anyagi keretei, hogy most kit, hogyan, mit tudok beszervezni, de voltam már úgy esküvőn, mondjuk pont az unokatestvérem esküvőjén voltunk, úgyhogy esketőpap voltam, meg vőfő, és voltam az egyik barátommal, és gyakorlatilag a salátára is mondtunk rég most, tehát hogy így, ami ott úgy helyben spontán mondó jött, mi nagyon élveztük, szerintem a násznép is élvezte. De hogy ez is lehet egy szerep mondjuk, amivel a párt tehermentesítem, hogy szabadítom föl egy picit, hogy akkor ő úgy tudjon ott lenni, hogy akkor ne arra kelljen figyelnie, hogy rendben menjen minden, amit tudja az, hogy van valaki, aki látja, tudja, hogy mi történik, és szerintem ez az, ami biztonságot ad. Az esketési szertartásban is ezt szoktam mondani a pároknak, hogy nem fogjátok tudni elrontani, mert hogy én úgy fogom irányítani a szertartást, hogyha elrontjátok, akkor is jól fog kijönni minden belőle. És innentől kezdve végül is... Mint jó műsorvezető, igen. Beszéljünk egy kicsit az örömanyáról és az örömapáról is, hiszen sok helyzetben előfordul, hogy ilyenkor tudják igazából megnézni mondjuk elkényeztetett kislányok, imádott kislányok jövendőbeliét. Nagyon sokat árulkodhat az anya számára a vőlegényről, hogy a vőlegény hogy fogadja a vendégeket, hogy áll hozzájuk, hogy kínálja, hogy ülteti le őket. Sokat jelenthet, nem? Azért ilyenkor sok mindent lehet elemezni, ha valaki olyan elemezős fajta. Hát főként az anyósok szeretnek elemezni, és ugye kedvenc, imádott kislányuk jövendőbeliét főként, hogy milyen kiállású, mennyire talpra esett, mennyire számíthat majd rá a lányuk. De egyébként evolúciós pszichológiailag is ott van az, hogy ugye a nő erős férfit választ, olyat választunk tudattalanul, tudatosan, aki mellett, vagy aki szárnyaért biztonságban érezzük magunkat, aki egzisztenciális és érzelmi biztonságot tud nekünk nyújtani. Tehát ez nem egy rossz elvárás egy anyostól, hiszen erre vagyunk valamilyen szinten kódolva, hogy mi nők védelmezve legyünk, és ezzel nincsen semmi probléma. De az biztos, hogy az anyósok azért érdekes dolgokat tudnak mutatni egy esküvői körülményben, vagy egy ilyen házassági készülődésben, talán ez a legjobb szó rá, hogy amíg zajlik a készülődés, és hát amikor elérkezik a nagy nap, akkor ugye megnézi a mama, hogy áll rajta az öltöny, hogy viszi a lányt, hogy fogja, hogy húzza a gyűrűt, tehát hogy minden általában ki van elemezve. Lányos anyuka vagy? Lányos anyuka. Igen, most azért ezt megfordítanám, mert szerintem... Igen, de nekem fiaim vannak. Szerintem sokkal inkább fordítva van a kedves mama, a mennyasszonyt nézi meg. Hogy kinek adja az ő drága szeretett fiacskáját. Mert akit ő féltett és óvott egészen addig. Ez oda-vissza megy szerintem. Az a lányoknál én az apukákat gondolom, igen. Hogy ott meg az apuk van, az ő kis királylányát elviszi valaki. Igen, ez biztos. Ez azért kívülről nézve. Csak, az volt a kérdés, hogy a mama, a lányos anyuka, a királylány. Nehéz ez mindkét szülő számára egyébként, mert azért nem mindegy, hogy kivel együtt tovább én azt látom, a gyerek. Hogy a lányos anyuk, nem, de ezt te tudod jobban, én megint csak pályaszéléről mondok nagyon bölcs és okos dolgokat, hogy szerintem az anya-lánya kapcsolat, azt talán sokkal szabadabb, mint egy anya-fia kapcsolat. Hogy a lányok azok szerintem, én azt gondolom, de mondom megint kívülről, pályaszéről mondom, hogy egy anyuka a kisfiát sokkal inkább óvja és vigyáz rá, mint egy lány, aki az anya mellett fölnő és nővé válik, és gyakorlatilag inkább egyenrangok ilyen szempontból. Tehát, hogy szerintem az anyukák sokkal inkább utána nyúlnak a kisfiúknak, hogy főz a feleséged. Egy lányos anyuka szerintem kevésbé problémázik azon, hogy főz a férj, vagy hogy gondoskodik róla. De hogy nincs rendben a ruhája, hát milyen ez a nő, meg hogy már megint konzervet esznek, meg nincs főtét, az én drága fiamat, hát ennek nem így kell csinálni az ebédet, mert nem tudom, ő ezt így szereti, meg úgy szereti. Én nem tudom, hogy a lányos anyukáknál így van-e, de... Egyébként még ami nagyon izgalmas... Te mondd, hogy nem. Igen, hogy igen. Ez akkor volt izgalmas egyébként, amikor először megnéztem azt, hogy kinek fogta meg a fiam a kezét, és akkor elhozta a kislányt, és akkor mentek el. És így a kapui kikísérem őket, és úgy utánuk néztem. Na, de ami még nagyon izgalmas, az, hogy
ugye hát jó esetben összeházasodik egy fiú, meg egy lány, és mind a kettőnek van egy anyuja, meg egy apuja, tehát hogy a nászasszonyok egymással hogyan tudják lerendezni, amit le kell rendezni, mert hogy az én fiamnak ilyen esküvő, de az én lányomnak meg majd ilyen esküvője lesz. Ugyanarról beszélünk. És tehát erre a témára vissza fogunk térni. Ez egy nagyon izgalmas dolog. De sajnos a műsorunk véget ért, semmi gond, hiszen egy hét múlva újra jelentkezik a Családőrzők, és folytatjuk a beszélgetést. Köszönet vendégeinknek, Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tornyai Gábornak, és köszönet a helyszínnek, a Fekvőkatona Söröző és Kávézónak, és természetesen külön köszönet önöknek, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!